Dr. Kalem József neve ma már fogalom. A Jóban Rosszban című sorozat színésze nem csak az orvosláshoz, hanem a borokhoz is kiválóan ért. A magyar kongói származású színész nem csak élvezi a bor páratlan ízét, hanem tanulmányozza is azokat. A legnagyobb fejtörés számára azonban az afrikai borok hozza. Amit pálma bornak hívnak, az se a közép-afrikai régióra vonatkozik, az is Észak-Afrika vagy Dél-Afrika, a pálma bor, az se bor igazából, ez egy elég masszív rövid ital, tehát az egy tök más történet. Ott a bort így, nem tudom, ezt egy szóként használják, nem tényként. Kongó francia gyarmat volt, ott a bor az francia, tehát mi vihetnénk innen magyar bort ki, győztes világbajnok borokat, azt mondják, ez nem francia bor, tehát át kéne címkézni, hogy elhiggyék, hogy az bor. Tehát egészen más a színe is. Oké, hogy vörös bor, de nem feltétlenül ennyire mély vörös. Jó, hogy a borokból is, a vörös borokból is van olyan, ami nem ennyire mély vörös, de ott a mély vörös bor is nagyon világos ahhoz képest, amit itt látunk. Tehát valami, szerintem ott valami a földben van, vagy a napsütés, vagy én nem tudom, fogalmam is, vagy az eső hiányzik, tehát ez jó kérdés. A színész a magyar borok mellett a francia borokat helyezi előtérbe, ugyanis az egyetemi évei alatt többször megfordult a festői bordói borvidéken. Én egy ilyen kulturális menedzser szakon végeztem, és a bor kultúra szóból adódóan ez is egy olyan dolog, amit menedzselni kell, és ott megmutatták, hogy ezt ők hogy építik föl, hogy csinálják meg a PR-ját a bornak, mert ők lehet neked a világ legjobb bora is, hogyha nincs arra pénzed, hogy ezt megismertesd másokkal, nincs arra pénzed, hogy ezt elvidd külföldre, ilyen versenyre elvidd, olyan versenyre elvidd, és azt megmutatták, hogy a bordói borrégiónak milyen, hogy épül föl ez az egész marketingje, és egész érdekes volt, és túl azon ugye megkóstolhattunk egy pár üveggel, ebből abból nagyon jó volt. Sorel franciaországi tanulmányai során barátkozott meg a borral. Ugye az összes francia osztálytárs, akikkel ott eljárkáltunk mindig, azok mindig boroztak. Én nagy sörös voltam, és mondták, kóstold meg, és akkor elkezdtem borozgatni. Nyilván, amikor egy ilyen hosszú tanulási nap után leültünk a partra, előtt a bagett, a sajt, ahogy látom, itt is van, és akkor elkezdtünk borozgatni. És aztán úgy megszerettem a bort. Sorel azért a magyar borvidékeket sem hanyagolta, ugyanis egy-egy osztálykirándulás alkalmával mindig útba ejtettek társaival egy-egy termelőt. Egy ilyen látogatás közben ismerkedett meg kicsit közelebbről Majoros Péterrel, azaz Majkával. Mindig, amikor mentünk Ózdra, akkor Szépasszony völgye volt az első kitérő, Ózd és Budapest között, és ott megvásároltuk az üdítői italokat, én így hívom, tehát nyilván borokat, és akkor azt megittuk a Hotel Kohászban, ott voltak is szállásaink, és akkor nekiramodtunk a diszkókba. És ahhoz kapcsolat, hogy egészen érdekes történet, ugyanis ott egy ilyen, hát egy ismerkedési keretén belül sikerült egy kisasszonyon megismerkedni, és annak kiderült, hogy ott van az ex párja, aki ezt rossz néven vette, akivel nagyon komolyan összeverekedtünk a bejáratnál, többen magával. És aztán pár év múlva kiderült, hogy Majoros Péter alias Majka volt. Sorel nagyon komolyan veszi sorozatbeli szerepét, olyannyira, hogy egy-egy komolyabb műtét előtti este soha nem fogyaszt alkoholt. Elmondása szerint sokkal célszerűbb a forgatása frissen, üdén megérkezni, ugyanis a felvételek alatt rengeteg hasznos dolgot tanul, amit akár a civil életben is kamatoztathat. Az orvosnak ugye nyilván feladata az is, hogy összevarjon majd egy csebet, ezt még megtanultuk rendesen varni ezzel a két, nem tudom milyen fogóval, hát valami úgy hívják őket, biztos, hogy fogó. Na ide, és az, hogy megmutatta, hogy hogy kell összevarni egy ilyen kívülről egy csevet. Tehát nekem mondjuk tegyük fel, még egy ekkora sebnek az összevarása egy 20 percet vesz igény, mert nyilván egy rendes orvosnak egy 3-4 vagy 5 perces mutatvány. De hát, hogyha én is majd olyan helyzetbe kerülök, mint John Rambo, alias Sylvester Stallone, le kell ugorjak ami szikláról, és felszakad a kezemet, akkor simán össze tudom majd varni. Reméljük azért erre nem kerül sor. Kembe Sorel Arthur igazi polihisztor. Láttuk már a kongói vívó csapat alapítójaként, színészként, műsorvezetőként, íróként, orvosként, hobbiborászként, de azt kevesen tudják róla, hogy a gulyáslevest négercsókkal és egy finom pohár vörösborral fogyasztja.